Hello, sziasztok! Gondoltam, ma felvetetem az Úristen nektek, de hát elég kell szereljem a szobát, át kell megint rendezzem, csomó előkészülettel jár, gyertek velem! Felvétel készítésnek az alapját ez a DJI Osmo 5-ös adja, úgyhogy erre hamar rá is teszem a telefont. Most éppen borongós időm van, úgyhogy minden fényt felkapcsolok a szobába, plusz még van egy ilyen kis karikám is, mindjárt megmutatom. Már is világít valamennyire, hogyha ezt bekapcsolom, akkor jó erős fénye van neki. Lehet ennek változtatni színhőmérsékletet, hogy ne legyen túl sápat, vagy túl fehér az arcom. Azon kívül arra gondoltam, hogy most nem ebben a megszokott pózban fogok játszani, tehát nem ebben a beállított ülő pozícióban, hanem állva. Úgyhogy elő is szerelek egy másik állványt, ide fogom felszerelni, és megpróbálom másképp szerelni a kamerákat, hogy legyen egy kicsi érdekesség, kicsi változatosság a többi dalhoz képest, mert ugye ez a dal ez elég ismert, és szeretném nagyon jól megcsinálni. Már is hozok egy egyszerű állványt. Nézzétek el, hogy itt hátul nálam mindig tele van rumlival. Lassan álljon az ideje, hogy áttegyem a hangszert. Na, lassan alakul a molekula. Mire az egyik dalt befejezem, arra jön a következő ötlet, és folyamatosan pörögnek az események itt a stúdióban. Nem lesz megdőítve a hangszerem, de legyen jó magas. Na és hát a kábelek a következő kép néznek ki. Midivel kijövök, midivel megy az iPad-embe, azzal irányítom a kottákat. Ez megy a számítógépbe, ezzel szoktam feltenni a különböző ritmusokat, stb. Digitális jelkimenet, ezzel szoktam felvetetni maga a zenét. Ajánlom mindenkinek, akinek Genusza van, hogy használjon digitális kimenetet. Line 1-2, ezzel szoktam a jobb kezet külön felvetetni, illetve a mikrofon bemenet, de ezt is most külön fogom dugni a keverőbe. És amit nagyon imádok, azok ezek a kis tépő, zipzáros akármik. Kábeleket ide szoktam elrejteni egyébként. Ezen fog kimenni a jobb kezem, ezt mindjárt be is fogom állítani a hangszeren. Ez a pedálom, hogy tudjam váltani a dalszöveget anélkül, hogy nyomogassam a képernyőt. Itt van egyébként egy Yamaha pedálom, ezzel szoktam váltani. Legtöbbször egyébként, amikor zenélek, akkor nem innen nézem a dalszöveget, hanem iPadről, és a pedál az nem az Art 2-be van dugva, hanem a Sustain-be, tehát Sustain-ezni használom a pedált, nem arra, hogy váltsam a dalszöveget. Közben felszereltem egy mikrofonkát is, időközben ki is vasaltam hamar egy inget, bekapcsolom a stúdió programot, ahol nyitok egy pár csatornát, és mehet akkor a felvétel. Látok is, ennyire meleg van. Embertelen. Írta volt valaki kommentben, hogy tartsak egy kis előadást a hangszerről. Igazából nagyon sokat kéne ahhoz beszéljek, hogy elmondjak mindent róla. Az egyik legnagyobb hiányosság a hangszernek az, hogy az akkumpot, amikor kiveszem, akkor csak a kíséret áll meg. Tehát az így néz ki, hogy van egy ritmus. Hallatszik, hogy szól. Ha meg ezt kiveszem, akkor csak a dobok szólnak, és a kíséret nem. Ennek az áthidalására azt találtam ki, hogy a harmadik gombocskát, vagy a harmadik potmétert áttettem Style Mode B-re. Ezt meg fogom mindjárt mutatni, hogy ez hogy működik. Tehát szól nekem a ritmusom, és azt írja, hogy 8x8, kicsit lenne húzom a ritmust, tehát azt írja 8x8, akkor mind a 8 hangszer szól belőle, de ha elkezdem lennebb húzni, tehát például 7x8, akkor nem a kíséretet szedi le a zenéről, hanem a dobot szedi le a zenéről. És ha ezt még lennebb húzom, akkor igazából csak egy hangszert fog hagyni. És ezzel nagyon érdekes trükköket lehet itt csinálni. Tehát például szól a zeném. Úgy, és elkezdem felnyomni. És bum! Látszik egyébként, hogy ez az egy poti, meg kicsit meg is van már kopva. Addig nyomogattam, meg húzogattam. És akkor lassan minden a helyre kerül. Közben felszereltem egy mikrofonkát is. Bekapcsolom a stúdió programot, ahol nyitok egy pár csatornát, és mehet akkor a felvétel. És hát időközben rájöttem, hogy nem elég, hogyha oda felrakom a kamerámat, mert akkor túl közel lesz az arcom, nem látszik a hangszer, nem látszik bele semmi, úgyhogy
kénytelen leszek megfordítani a hangszert, és ilyen távolról fogom filmezni. Na, kíváncsi leszek a végeredményre. Úgyhogy az egész mindenséget megfordítottam. Nézzétek most el, hogy itt alul talál lesz kábel, az nem fog látszani a felvételen. Teszek majd egy kameraalványt ide, arról filmezem az iPad-del, illetve ide fogom tenni a telefonos alványt. Baromi meleg van ma is. Tegnapi nap egyébként éppen ezért nem álltam neki filmezni. 7 ágra süt a nap, és Erdélyben is nagyon-nagyon meleg van, nem csak Magyarországon. Átöltözöm, és remélhetőleg akkor állok neki filmezni. És akkor lassan a felvétel kezdődik. Gyertek, megmutatom a számítógépet, hogy hogy szoktam beállítani. Studio One nevű DAV-val dolgozok. Csináltam 3 csatornát, az egyiken jön be maga a Szintinek a jele, a digitálison. Megmutassam meg a bejövő jeleimet. Tehát így néznek ki. Itt van egy digitál SP Diff, ezen jön be a Szinti. A mikrofonba jön az egyesen, illetve a jobb kezem, az a 3-as, 4-esre van most bedugva. Ez a hangkártyám egyébként, imádom. Presonusnak a legnagyobb 18-24-es változata. Hadd mutassam meg, hogy egyébként ezt a dalt hogy szoktam zenélni, amikor éppen nem ilyen videóra készül. Jó, ezzel szoktam játszani egyébként, hogyha keresztelőbe, lagziba és egyéb összejövetelen játszom ezt a dalt. Viszont koncertes változatban van egy ilyen Jocó Junior listám, ahol szoktam a parti feldolgozásokat elmenteni. Kapcsolom a fényeket, öltözök át, és mehet a felvétel. Szinte jó. Egy-egy 10-10-10-10. Ho-na-na-na. És ezt a dalt ti kértétek? Csak ne volna ilyen baromi meleg. És milyen jó, amikor a WhatsApp beleszól felvételbe. És akkor még egyszer. Ő nem olyan, mint a többi, már most megöl ez a kölni. És a... Na és végre ez is lejárt, mármint a forgatás. És nagyon szépen köszönöm, ezt a videót megnézted. Ha netántán zenész keresnél, keresztelőre, konfirmálásra, kicsengetésre, lagzira, bármilyen partira, akkor bátran keres meg, akár Magyarországról, akár Erdélyből. Szeretném, ha együtt buliznánk. Sziasztok, hello!